Well. Elérkeztünk egy újabb könyves videóhoz. Ugyanis az elmúlt időben lehet, hogy egy picit többet olvastam, mint amire időm lett volna. De ez azt jelenti, hogy kaptok tőlem egy szuper ajánlót. Azt se tudom, hogy melyikkel kezdjek. Ez pont a fele. Majdnem a fele. Annak, amit olvastam, ugyanis kindle-öztem is egy kicsit most. Szerintem ez lesz az első. A legutolsó trippünkön Barbie-val egy csodálatos Libribe megláttam ezt a csodát 50%-osan leértékelve. Ha mostanában voltatok könyvesboltba, akkor elképzelni nem tudjátok, hogy egy 2200 forintos könyv az micsoda kincsnek számít. Úgyhogy ránéztem, és azt mondtam, hogy tök mindegy, hogy mi, jön velem. Milyen jól tettem. Wow. Soha nem hallottam róla, soha nem láttam. Miután elolvastam, felmentem TikTokra, hogy megnézzem, hogy mi a helyzet vele, egy kis buktok sose rossz. Egyetlen egy TikTok videó van, mind a két részéről. Spoiler, van második része. Úgyhogy, ha valami miatt csalódott voltam, akkor ez biztosan az volt. De, kezdjünk bele. Lélekmadár Deborah Hewitt-től. Ez volt a debütáló könyve az írónőnek. És úristen, Barbie nem olvasta még, és kérdezte menet közben, hogy de milyen, mire hasonlít, hogy tetszik, stb. És a helyzet az, hogy nem tudom megmondani, mert annyira más, mint bármi, amit olvastam, hogy nem tudom mihez hasonlítani. Az egyetlen dolog, ami ezt talán egy nagyon picikét hasonlít, az nem egy könyv, hanem egy filmsorozat, méghozzá a Varázslatos lények és megfigyelésük, vagy mi is a neve, valami ilyesmi. Ugyanis Londonban játszódik a könyv, és egy ilyen varázsvilágról szól. A lényeg az, hogy létezik a könyvben London, és egy párhuzamos világként a Rookery. Az első részét magyarul olvastam, a másodikat angolul Kindle-ön, mert nincs még megjelenve. Azt se tudom, hogy meg fog-e jelenni. És nem emlékszem, hogy hogy hívták a Rookery-t magyarul. Varjútanya. Varjútanyának hívják magyarul, nem tudom, hogy miért ne kérdezzétek. Na mindegy. Elmondom az alapsztorit, túl sokat mondanék el, ugyanis viszonylag gyorsan kiderül minden a könyvben. A lényeg az, hogy a főszereplőnk Alice teljesen hétköznapi életet él Londonban, dolgozik, vannak barátai, és egyik pillanatról a másikra kap egy csomagot, nincs feladó, nincs semmi információ róla, és nem is foglalkozik vele. És megjelenik egy rejtélyes faszi, aki mindenképpen beszélni szeretne vele. Kicsit ilyen stalker vibe-ot ad egyébként. Történik egy-két dolog, majd kiderül, hogy Alice-nek van egy különleges képessége, méghozzá az, hogy látja az emberekhez tartozó lélekmadarakat. Tehát kiderül róla, hogy ő egy madarász. Gyerekkorából vannak egyébként rémképei, ahogy madarakat látott, viszont aztán sok terápiával és munkával elnyomta ezt a képességét. Először nem tudja, hogy hogy hívja elő. Menet közben kiderül, hogy kitől kapta a csomagot, és a csomagban van egy nagyon-nagyon fontos kis tárgy, ami segíteni fog neki abban, hogy a képességét fejleszteni tudja. Viszont Crowley-tól, ettől a hirtelen megjelent stalker fickótól, megtudja, hogy van egy titkos társaság, aki üldözi, és a különleges képességét arra akarják felhasználni, hogy az egész varázsvilágot kiírtsa. Most el tudjátok képzelni, hogy Alice milyen szinten sokba van mindentől, amit megtudott menet közben, és egyik pillanatról a másikra a varjútanyára kell költöznie, hogy biztonságba tartsa a családját, barátait, stb. Itt kezdődnek csak igazán a bonyodalmak, és igazából új szereplők, rengeteg tanulás, finn mítoszokkal van egyébként tele az egész könyv. Nagyon izgi. A romantikus szál az egy olyan szintű slow burn benne, hogy megőrülsz tőle, elképesztő. Én egy picit több romantikát elviseltem volna benne, de mondtam Barbie-nak, hogy nagyon régóta ez az első olyan könyv, amiben ennyire nincsen semmi spice, és mégis nagyon tetszik. Annyira vitt magával a sztori, hogy igazából spice nélkül is kifejezetten tetszett. Nem azt mondom, hogy spice nélkül van, mert egy nagyon-nagyon kis picike, de inkább azt mondom, hogy nincs, mert ne számítsatok túl sokra. Ami még van, akinek fontos, elbeszélés
a könyv nem egy per egybe van írva. Viszont az első pár oldal után teljesen beleszoksz, és valahogy nem olyan zavaró, mint ahogy emlékszem rá, hogy más könyvekben engem zavart. És ahogy letettem, az volt az első gondolatom, hogy te jó ég, ennek kell a második része. Elképesztően, nagyon tetszett. Úgyhogy ezután jött rögtön a második része, és annál tényleg azt hittem, hogy kitépem a hajam, ugyanis a könyv első felében, nem viccelek, a romantikus szálunk másik embere meg se jelenik a könyv első felében talán. Ja, és itt szeretném hozzátenni, hogy egyébként három különböző alkalmazás van, ahol olvasok, mert nincsen Kindle-om, iPad-em van. Az első app természetesen a sima Kindle applikáció, ahova hát iPad-re meg tudod venni a dolgokat Amazonról. A másik, amit nagyon-nagyon szeretek, és ami kicsit olcsóbb, az egy Everend előfizetés, ahol nem tudom pontosan, hogy hány könyv havonta included az előfizetésedben. És a harmadik applikáció, amit nagyon szeretek, az a Scribd, hogyha azt hiszem, hogy a Scribd az talán ingyenes is, de nem vagyok benne biztos. A Scribden általában fent vannak olyan könyvek, amik máshol nincsenek fent, leginkább PDF formátumban, úgyhogy ez csak így mondom, de igen. És ezt a könyvet, hogyha jól sejtem, akkor Everenden olvastam. A második könyvre egy kicsit jobban megismerjük a varjútanya működését, és leginkább az ottani egyetemnek a működését, ami 4 házra van osztva, amik a 4 fő elemhez tartoznak igazából. Viszont ahhoz, hogy csatlakozni tudj a neked kijelölt házba, ahhoz egy vizsgát kell tenned, és a második rész az leginkább erről szól, hogy Alice hogy készül fel erre a vizsgára, illetve milyen akadályokkal szembesül menet közben. És fél időnél körülbelül kiderül, hogy egyre nagyobb bajban van a varjútanya, és konkrétan összeomlani készül az egész. Miközben Londonban, az igazi Londonban, ott is történnek a dolgok, talán még az első rész végefele valahol kiderül Alice-ről egy elképesztően izgalmas dolog. Nyilván kiderül, hogy sokkal különlegesebb, mint az bárki gondolta. És erre van felhúzva a könyvnek az első fele. Viszont a második felébe kiderül, hogy még különlegesebb, és egy belső ellentétje van a származásából adódóan. A könyv végére egy picit beérik a romantikus szál is, és ott is kapunk egy kis izgalmat, de... Nagyon jó volt. Az első részt imádtam konkrétan. A másodiknál a legnagyobb problémám egyébként az volt, hogy kicsit olyan érzésem volt, mintha az írónő az elsőt azt így nagyon sokáig tervezte volna, és tökéletesre meg akarta csinálni, és tényleg nagyon jó is lett. Viszont a másodiknál az első negyedébe a könyvnek így ült, hogy és akkor most hogy kellene folytatni? Úgyhogy rengeteg dolgot elmagyarázott a második részben. Ha nem olvastad volna az elsőt, akkor az jó. Viszont így, hogy olvastad, így csak ültem, hogy oké. És az eleje az egy kicsit lassan indult be nekem, viszont a második fele az kárpótolta, de nem volt olyan jó, mint az első. Nem mondom, hogy hagyjátok ki, mert egyébként a sztori az nagyon sokat hozzátett, és egyébként gyorsan el lehet olvasni, úgyhogy ha tetszik az első, akkor mindenképpen olvassátok el a másodikat, viszont az elsőt azt... Nem tudom, nekem nagyon bejött, úgyhogy én kötelezővé tenném. Következő. Természetesen mi más, mint a Hunting Adeline. Amióta befejeztem ezt a könyvet, pusolom Barbit, hogy könyörgöm, valahogy szenved túl magad az első részen, mert ezt el kell olvasnod. Te jó ég, láttam már egyébként, kommentbe írtátok nagyon sokan az előző könyves videóhoz, hogy igen, az első, de a második. Magyarul vettem meg. Jobban örültem volna, hogyha van angolul, de Libribe megláttam magyarul, és mondtam, hogy nem tudok várni, hogy megjöjjön az angol, úgyhogy most azonnal kérem a magyar verziót. Azt se tudom, hogy hol kezdjem. Két részre van osztva a könyv. Ha nem tudnátok, hogy miről van szó, akkor valószínű szikla alatt éltek, de akkor nézzétek meg ezt a videót, és utána gyertek vissza ide. Ugyanis az előzményről nem szeretnék most túl sokat beszélni, azt az előző videóban szerintem bőven megtettük. Két részre van osztva a könyv.
Az első részben nagy részt Adeline van. Tetszik egyébként, hogy új nevet kaptak. Itt Adeline a gyémán, Zét pedig a vadász. Természetesen a cliffhangerre az előző könyvből azonnal választ kaptunk. Amennyire feszültnek éreztem az előző könyv végét, annyira lazán valahogy így átcsúsztunk a második könyv elejébe. Ennek ellenére tele van trigger warninggal az eleje, úgyhogy anélkül, hogy bármi konkrétat mondanék, lehet, hogy lesznek benne spoilerek, de lehet, hogy nem. Beteszem nektek ide is a trigger warningot, hogy olvassátok el, de mivel beszélni szeretnék róla, így muszáj, hogy egy kicsit belemenjek. Az első rész olyan gondolatokat ébresztett bennem, hogy voltak időszakok, amikor így letettem a könyvet és csak gondolkoztam. Ugyanis nem olyan régen, egy fél évvel ezelőtt körülbelül beszélgettem valakivel, és mesélt egy sztorit, amiről feljött a kérdés, hogy egy nő egyébként hogy tudja túltenni magát azon, hogyha megerőszakolják. És ez a könyv, az első része, a tökéletes leírása annak, hogy mi játszódhat le egy nőnek a fejében előtte, közben és utána hónapokkal is. Elképesztő volt. Nagyon megrázó, úgy is, hogy hála az égnek, soha még csak a közelébe se jártam ilyennek. Elképesztő volt, brutális részletességgel az emberkereskedelembe belemegy. Nem is tudnám igazából meghatározni, hogy milyen kategória, mert nem horror, de voltak benne elképesztően részletesen leírt véres jelenetek. Mindegyébként az ebben zajló emberkereskedelemről nagyon-nagyon részletesen, hogy rabolják el a lányokat, hova viszik a lányokat, mit csinálnak velük, maga ennek az egész szervezetnek a működése, a legfelső embereik, ki miért dolgozik nekik, azon kívül azokról az emberekről, akik életben tartják ezeket a szervezeteket, és hogy azok is mennyire betegek, úristen! A saját morbid valójában zseniális. És ezután jött a második rész, ahol többet kapunk egyébként a férfi főszereplőnkből, Zétből is. Lehet, hogy ez egy pici spoiler lesz, lehet, hogy nem, és mindenki számít rá, de hogyha szeretnéd elolvasni a könyvet, és semmit nem szeretnél tudni róla, hogy mi történik, akkor most itt ugorját a következő részre. A második részben pedig abba kapunk betekintést, hogy egy férfi hogy éli meg azt, amikor igazából élete szerelmét, de legalábbis a barátnőjét megerőszakolják, és ahogy a nő ezt feldolgozza. Nagyon tetszik a karakterfejlődés. Adeline-nál is kapunk egyébként karakterfejlődés, de ami Zédnél történik, 10/10, elképesztően nagyon tetszett. Ugyanis az első részben egy picit betekinthettünk igazából az érzelmeibe, de inkább csak így a logikai gondolkodásába szerintem. Viszont a második részben totálisan ki lett bontva a faszi. Az ő gondolatmenete, ahogy próbál segíteni Adeline-nak, hogy feldolgozza a traumáit, de közben mégis megtartotta az első résznek ezt a kicsit kicsavart, fétises, morbid megközelítését igazából a probléma megoldásnak, de mégis működik, és valahogy mindig ráérez, hogy mire van szüksége Adeline-nak. Zseniális, és természetesen a megtorlás sem maradhat el, úgyhogy a második rész második felébe pedig természetesen a bosszúról van szó, és az van kibontva, hogy akarják leigázni teljesen az emberkereskedelmet. Nekem nagyon tetszett, hogy Adeline is ennyire bevonódott igazából a történésekbe, és nagyon jó volt. Úristen, nagyon jó volt. Úgyhogy, ha gondoltál rá, annyi helyen láttad a Haunting Adeline-t, csak meg kellene nézni. Vagy már belenéztél, de úgy gondolod, hogy nem neked való. Legyél nagyon kedves, üljél le, ha kell, szenved végig emiatt, mert ez sokkal-sokkal jobb, mint az első rész. Imádtam. Zseniális. A szünetben, amíg iszom, hagyd mutassam be nektek a legújabb kattanásomat, ami nem más, mint egy epres limonádé. Véletlen találtam. Nem vagyok ilyen organikus, bio, fiszem, faszom lány, de találtam egy, hívjuk kézművesnek, kézműves cukormentes eperszörpöt, amit magába megkóstoltam, és olyan szinten undorító volt, annyira édes, és édesítőszeresen édes, hogy gondoltam, kis citromlével megtolom, hát ha az javít rajta. És most konkrétan sírok, mert a lehető legdrágább eperszörpre
fogok ráfüggni, de annyira jó, hogy nem tudom követni, hogy mennyi folyadékot viszek be a szervezetembe, de a tippel nem kellene, akkor így a 4 litert veri valahol. Nagyon jó. A másik, ha kivagytok rúzsozva, szájfényezve, és leginkább nyilvános helyen vagytok, akkor ne nyaljátok körbe a poharat, mert nagyon-nagyon zavar, és nem szexi. Úgyhogy, ha kivagytok rúzsozva, akkor mindig egy helyről igyatok a pohárból. Next up! Nem tudom, hogy keveredtem igazából ilyen könyvirányba, így az elmúlt időben, de a következő, ami egy kicsit egyébként még homokos, ha jól érzem, Bűnös szívünk mélyén, Melissa Albert. Ezt a könyvet azt hiszem, hogy az egyik everendes görgetésem, keresgélésem során találtam, és angolul talán le is volt mentve már, hogy el fogom olvasni, de megláttam Libriben, és úgy voltam vele, hogy amúgy tök vibe, úgyhogy megveszem, és így magyarul olvastam. Annyira emlékeztem, hogy nem volt rossz így a kis hátsó szöveg, úgyhogy egyszer majd jó lesz. És nem is olvastam újra, csak megfogtam és elvittem magammal a kis kirándulásra. És így minden elvárás nélkül elkezdtem olvasni. Ez a könyv is totál mágikus világban zajlódik, de teljesen máshogy, ugyanis ez egy kicsit ilyen realistább. A helyzet az, hogy van egy főszereplő lányunk, aki Ivy-nak hívnak, és az egyik este, amikor egy buliból viszi haza a férészek barátja, majdnem elütnek egy lányt, aki ilyen nagyon furának tűnik, és teljesen indokolatlanul követik egyébként az erdőbe, és odaadja neki az ingét, majd visszaülnek a kocsiba, és hazamennek. És egyébként ez is részekre van osztva, és nem tudom miért, de mostanában nagyon tetszenek az olyan könyvek, amik részekre vannak osztva, ez egyébként 3 részből áll. És a lényeg annyi, hogy azon kívül, hogy furának tartja, nem nagyon foglalkozik vele, de ahogy otthon telnek múlnak a napok, elkezd egyre furcsább dolgokat észrevenni, amiben beletartozik egy döglött nyúl is a... Nem tudom, hogy mennyire csillan be, vagy nem. Egy döglött nyúl a kocsi feljáron, és körülbelül ennél a résznél jönnek be a múltbeli visszatekintések, és szerintem nem írja egyébként, hogy kinek a visszatekintései. Igen, nem írja egyébként, hogy a múltban ezek kinek az emlékei, vagy éppen kik beszélnek, de ki lehet egyébként silabizálni. És így szépen lassan te is, mint olvasó, és Ivy is elkezdi összetenni a képet, elkezd kutakodni is egy kicsit, és az anyjának a szekrényébe olyan dolgokat talál, ami teljesen ledöbbenti, ugyanis az ő múltjával kapcsolatosan vannak ott dolgok. Viszont mire oda jut, hogy az anyja elé állna és feltenné neki a kérdéseit, addigra az anyja eltűnik, senki nem éri el. Így nem kapja meg azokat a válaszokat, amiket keres, egészen addig, amíg az anyját meg nem menti. Akkor jelenik meg az a lány, akit majdnem elütöttek, és azt állítja, hogy Ivy minden kérdésére megvan a válasza, nincs más dolga, mint követnie kell. Innen tudom, hogy nagyon összetett volt egyébként a könyv, hogy erősen gondolkoznom kell rajta, hogy tudnék még többet mondani nektek ahhoz, hogy ne spoilerezzek, mert annyira összefügg minden. Annyit még elmondok, hogy azért reális egyébként ez a könyv, mert boszorkányság a mágia benne, tehát nem ilyen nagyon-nagyon elvetemült. Kicsit még el tudod képzelni, hogy talán ilyen a való életben is működhetne. Nem tudom, hogy mit vártam a végétől, egy pici valami még szerintem lehetett volna, de nagyon tetszett. Ebben is viszonylag kevés a romantika, de itt is úgy éreztem, hogy viszi a történet, úgyhogy nem hiányoltam. És egy kicsit jó volt egyébként mást olvasni, nem a tipikus smatot, amit mostanában lehet, hogy egy kicsit túlzásba vittünk. De ha már smatnál és spice-nál tartunk, az utolsó könyv, amit hoztam nektek, az egy ajánlás volt, és ez nem más, mint a Sing Me to Sleep. Őszintén megmondom, azt se tudom, hogy foglaljam össze. Penelope a női főszereplőnk, akinek problémái vannak az alvással, ugyanis nem olyan régen betörtek hozzájuk a házba, és kicsit félrecsúszott a rablás, és az apját megölték. Emiatt nem tud aludni, rémálmai vannak, a testvérének egy olyan munkája van, ami miatt sokat kell utaznia, és hiába nem akarja egyedül hagyni a tesóját, el kell utaznia, úgyhogy Penelope egyedül marad otthon. Viszont hagyott neki otthon gyógyszert, nem tudom, hogy konkrétan altató volt, vagy csak valami nyugtató, mindegy. A lényeg az, hogy hagyott neki otthon gyógyszert, hogy próbálja meg azzal aludni. Ahogy elment a tesója,
be is vett egyet, majd elment fürdeni, ami egyébként teljesen irreális, ha gyógyszert veszek, akkor ne menjetek fürdeni. De a lényeg az, hogy elaludt a kádba, nyilván, ezért nem veszünk be gyógyszert, mielőtt kádba megyünk fürdeni. Elaludt a kádba, aztán egyszer csak megébredt. Azon túl, hogy körbe tudott nézni, nem történt semmi, ugyanis alvásparalízise van. És miközben szépen lassan ő is realizálja a helyzetet, a sarokban meglát egy lényt. Koromfekete bőr, szarvak, minden, amit el tudtok képzelni. És tekintve, hogy ez az első alkalom, nem tudott se mozdulni, se beszélni. Csak volt. De a lény elkezdett hozzá beszélni, és valamilyen szinten kommunikációt folytattak. És ha bár később megtudjuk, hogy ennek a lénynek igazából az emberek félelméből kellene táplálkoznia, valamiért teljesen érthetetlen vonzalmat érez Penelope iránt, és nem okoz neki örömet, hogyha Penelope fél. Megnyugtatja, hogy nem fogja bántani. Egész egyszerűen, hogyha fel akar ébredni, és azt akarja, hogy ő eltűnjön, nincs más neve, mint hogy kimondja a nevét. Viszont először csak annyit mond neki, hogy nincs más dolgod, mint kimondani azt a szót. Fogalma nincs, hogy mit kell kimondani, és fogalma nincs, hogy hogy mondja ki, tekintve, hogy paralízise van, és meg se tud mozdulni. Oké, részleteket itt kihagyunk. És a lényeg az, hogy igazából először megijedt, de közben tudta, hogy végig biztonságban volt, úgyhogy újra ki akarta próbálni. De nem akarta megint bevenni a gyógyszert, úgyhogy itt bejön egy férfi szereplő, aki ellátja fűvel, és megnyugtatja, hogy alszik vele a házban, hogyha nagyon szeretné, és vigyáz rá. Úgyhogy a következő este pontosan így is történt. Természetesen a kis démonunk, hívjuk így, megint megjelent. És ez volt az első este, amikor fizikai kontaktust létesítettek. Ha értitek, hogy mire gondolok. És a lényeg az, hogy a könyv alatt igazából Penelope egyre jobban tudja kezelni az alvásparalízisét, egyre gyorsabban magához tér, és tudja kontrollálni a testét, elméjét, stb. És ezáltal egyre közelebbi kapcsolatba kerül a démonunkkal. Egészen részletes kapcsolatba kerül a démonnal. És ha az előző könyvekből hiányzott a Spice, akkor ebben a könyvben csak Spice van. Nagyon rövid, nem is tudom, 168 oldal. Nagyon rövid, elképesztően rövid. Nem tudom, hogy hosszabbnak kellett volna lennie, hogy legyen benne egy kicsit több sztori. A végén egyébként van benne egy csavar, amire nem számítottam, ezt megadom. Az egész nekem egy kicsit túl kiszámítható volt, és túl egysíkú volt az alvásparalízises szexel igazából. Ugyanis a könyv azért így erős 60-70%-ban erről szól. Érdekes volt maga az elképzelés, viszont én elbírtam volna benne egy kicsit több sztorit, hogyha így nézzük. Ha egy nagyon részletesen leírt Spice könyvet szeretnétek olvasni, akkor itt van. Viszont annyira nagyon sokat szerintem ne várjatok tőle. Jelenleg nem olvasok, elkezdtem egy könyvet még hazafele, viszont félbehagytam. Tetszik, de egy picit muszáj utolérnem magam, úgyhogy nem tölthetek most ezzel túl sok időt. Aki olvasta a könyveket, azoktól várom a véleményeket, mert nagyon kíváncsi vagyok mindig, hogy ti mit gondoltok róluk. Az előző könyves videóimat megtaláljátok egy külön gyűjteményben, illetve menet közben itt ugráltak fel nektek a jobb felső sarokba, hogyha figyeltetek. Azokon a könyveken kívül, amiket már olvastam, nagyon szívesen fogadom az ajánlásokat, imádok olyan könyveket olvasni, amiket ti ajánlotok nekem. És nagyon régen mondtam, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok nekem egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Vissza kell rá szoknom, mert ha nem mondom, akkor elfelejtitek. És ez nem szép dolog, úgyhogy tessék nekem nyomni egy lájkot, és kommenteljetek, és iratkozzatok fel. Nem sokára érkezem a következő videóval, és legyen mindenkinek nagyon szép napja!